Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntelek benneteket szeretettel. Látom, hogy mindenki ott sűrösödik fenn a karzaton, de hadd mondjak evangéliumot, hogy még van lent hely a küzdőtéren. Úgy szokta mondani valaki, hogy a lent a küzdőtér. Hadd köszöntsem szeretettel azokat külön, akik életetekben először vagytok itt egy bemerítés Isten tiszteleten. Rokonokat, barátokat, ismerősöket. És annyira vágyom, hogy Isten szeretete hajoljon le hozzánk ma délelőtt. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Áldott légy, mennyei édesatyánk, azért, hogy elküldted a fiadat, az Úr Jézus Krisztust erre a földre, hogy megkeressen minket a bűneinkben, a lázadásunkban, a szakadtságunkban. Abba a szakadtságba, ami arról szól, hogy elszakadtunk tőled. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Isten fiaként jöttél erre a földre, hogy nem sokára emlékezhetünk a te születésedre, arra, hogy emberré lettél, hogy megüresedtél, nem leereszkedtél hozzánk, hanem olyanná lettél, mint mi. Leereszkedni mi szoktunk egymáshoz nagy kegyesen, fájdalmat okozva egymásnak, te emberré lettél. Köszönjük, hogy ott hagytad a menny dicsőségét, és köszönjük, hogy azóta nem árva ez a bolygó, amin élünk, meglátogatott föld, amin élünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem csak emberré lettél, hanem meghaltál a keresztván, ami bűneinkért, hogy hazavezess minket. És áldott légy azért, hogy általad is benned, Istent mennyi édesapánknak szólíthatjuk. Fel se tudjuk fogni ennek a gazdagságát, ennek a mélységét. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy együtt ünnepelhetünk most 7 testvérünkkel, aki elhitte azt, hogy te az Isten fia vagy. Aki elhitte, hogy érte jöttél, akik elhitték, hogy őket is kerested, és megtaláltad, és köszönöm mind a hetüket, hogy hiszik, hogy te vagy a szabadító, a megváltó, hogy együtt ünnepelhetjük ma a megváltás ünnepét. Kérlek, hogy áld meg őket, és áld meg azokat, akik életükben először vannak egy ilyen Isten tiszteleten. Szólítsd meg őket, szereteteddel öleld magadhoz őket. Köszönöm, hogy meg fogsz dicsőlni közöttünk, mi erre vágyunk, hogy légy nagyjá. Az Isten tisztelet legyen azért Isten tisztelet, mert te nagy vagy közöttünk, mert rólad szól minden, mert rád mutat minden, mert téged dicsőít minden. Amen. Foglaljunk helyet. Gyertek, 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 gyertek. Vannak még előhelyek, bátran, minél hamarabb, jó? Megvárom, míg elfoglalja mindenki a helyét. Ott is látok üres helyeket, itt is van egy néhány. Tessék csak jönni. Akkor néhány gondolatot megosztok veletek erről a ma délelőttről, hogy mi fog itt történni. Mi az, aminek a tanúi leszünk. Hadd köszöntsem szeretettel ezt a drága 7 embert, aki itt elől, az első sorban ül. Hadd mondjam nektek, nincs semmi jelentősége a számnak. Tehát nem, hogy a baptisták akkor csak 7 merítkeznek be, nem. Van, hogy 10, van, hogy 1 merítettem be, van, hogy 15, mikor mennyi. Tehát a jelentőség ennek a számnak most nincs. De 7 vannak itt olyanok, akik be fognak most merítkezni. És egy néhány szót szeretnék szólni arról, hogy miért fogják ezt tenni. Az Úr Jézusról, ha más okán nem, de karácsonyokán csak hallottál, gondolom. Tehát az a minimum. Hogy azt ünnepeljük, hogy Jézus emberré lett, megszületett erre a földre. És a Biblia azt mondja, hogy ő nem csak emberré lett Isten fiaként, hanem itt élt ezen a földön, és meghalt a mi bűneinkért. És miután meghalt a bűneinkért a keresztfán, utána fel is támadt. És hadd mondjam nektek, Jézus feltámadása a bizonyíték annak, hogy ő az, akinek mondta magát. Hogy nem mese, amit mondott, hogy nem pusztán csak egy ember, nem egy filozófus, nem egy nagy tanító, nem egy nagy szélhámos, aki becsapja az embereket, hanem Isten azzal tett bizonyságot a fia mellett, hogy feltámasztott őt a halálból.
Miért beszélek nektek erről? Azért, mert mi hisszük és valljuk, hogy az ember létezésének az oka és a célja az Isten. Hisszük és valljuk, hogy igaz a Bibliának az a mondata, hogy mikor Isten megteremtett az embert, és ránézett, azt mondta, hogy igen, jó. És nagyon érdekes, hogy azóta is ott hordozzuk a lelkünkbe ezt a vágyat, hogy mondja rám valaki azt, hogy igen, jó. Nem? Igen, jó. Ezt mondta Isten az emberről is. Aztán, amikor megteremtette Ádámnak a feleségét, Ádám úgy mondta azt, hogy igen, jó, hogy csont a csontomból, hús a húsomból, mikor meglátta Évát, és nagyon örült neki. És ez így volt elképzelve. Isten úgy teremtett téged is engem, hogy örüljön nekünk, hogy gyönyörködjön bennünk, és mikor ránk néz, azt mondja, hogy jó. És tudjátok, nem kell azt bizonyítsam nektek, hogy ha szétnézünk az életünkben, a kapcsolatainkban, a társadalmunkban, nem mondható ez mi ma emberére, hogy igen jó. Nem mondhatjuk ezt, hogy igen jó. És az a kérdés, hogy miért? És a Biblia azt mondja, hogy egyszerűen csak azért, mert elszakadtunk attól, aki minket teremtett. És elszakadtunk tőle. És ha elszakad az ember az Istentől, akkor saját magától szakad el. Ha elszakad az ember Istentől, akkor betorzul az élete. És mindenfélekre képes, amit csinálunk, hazudni, lopni, csalni, parázlálkodni, válni, gyűlölködni, irigykedni, terroristának is tudunk lenni, bármit tud az ember Isten nélkül. Minden kitelik belőlünk nélküle. És azért mondom el ezt a kis bevezetőt, mert képzeld el, hogy amikor eljött Jézus Krisztus erre a földre, az Isten fia, és beállt abba a sorba, ahol János merítette be az embereket, az emberek jöttek, megvallották a bűnöket, bemerítette őket, megvallották, bemerítette őket. Egyszer csak azt látja Jézust a sorban. Azt a Jézus, aki semmi bűn nem követett el. És János teljesen zavarban is azt mondja, hogy Mester, szereptévesztésben vagyunk. Hát neked kéne engem bemeríteni. Én volna mit megvalljak neked, mert én bűnös ember vagyok. De te nem vagy az. És akkor Jézus azt mondja, ne, engedd most meg, hogy ez így legyen. Tudjátok, hogy miért? Az Isten fia beállt közénk ott, a bűnösök közé. És azt mondta, hogy nincs bár bűn, amit megvalljak, mert nem követett el bűnt. De beállt a bűnösök közé, vállalt téged és engem. Ha János azt kérte, hogy akkor Jézus, akkor vald meg a bűneidet, tudjátok, hogy mit kellett volna megvalljon? Az emberiség összes bűnét, amit a Földön élő, összes élt, ma élő és jövőben élő ember követett el. Az enyémet is mondhatnál, a ma reggeli bűneimet is mondhatnál, a tegnapi bűneimet is mondhatta volna, mert azért a bűnért halt meg Jézus. És beállt a bemerítő medencébe, nem a Jordán vizébe, hanem azért állt be, mert neki szüksége volt erre, hanem azért, mert vállalt téged és engem. És képzeld el, mikor kijött a vízből, azt mondta az atya, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Az Ószövetségben Isten azt mondja Ádámnak, igen jó, amit teremtettem, ez elromlott. Aztán jön Isten fia, és nem azt mondja, hogy igen jó, hanem kicsit másként mondja, hogy igen jó. Szeretlek téged, fiam, és gyönyörködöm benned. És ez a Jézus magára vett a bűneid és a bűneinket. És tudod, vállalt minket a keresztfán. Nem volt rajta ruha, köpködték, szítták, gyalázták, azért, mert ott volt rajta a világ összes bűne, a tied is, az enyém is, és az övék is. És a Biblia azt mondja, hogy ha ő benne hiszünk, akkor az ő tisztasága, szentség és ártatlansága lesz a miénk. De jó. És ők elhitték. És most ezt ünnepeljük meg. Ez a megváltás ünnepe ma. Egy erős szövetségkötés, ami történik ma délelőtt. Igen mondott rájuk Jézus a kereszten, nagyon kínos és nehéz körülmények között, majd ünnepélyes körülmények között mondják, Úr Jézus, te igent mondtál rám, én is igen mondok rád, akarlak téged. És azzal fejezem be, hogy a bemerítés az nem csak szövetségkötés, hanem életprogram. A bemerítés életprogram ígé így szól. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Az az életet pedig, amely testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki életét adta értem,
mert úgy szeretett. Életprogram. Az individualista fülnek ez egy rémálom. Mi? Meghalni? Hát én meg kell valósítsam magam. Meghal? És hadd mondjam nektek, ez az élet. Vele együtt megfeszítettem, élek többé nem én. És akkor bemerítjük őket, ők azt vallják meg, hogy Jézus meghalt értem, vele együtt én is meghaltam, mert eltemették. És akkor kiemelem őket a vízből, akkor azt vallják meg, Jézus nem maradt a sírba. Nem lehet mutatni a fejfáját, hogy élt, meghalt. Hanem neki olyan fejfája, hogy meghalt és él. Örökkön örökké, halleluja. Él! És akkor kiemeljük őket a vízből, akkor azt valljuk meg, hogy Jézus nem maradt a sírba, feltámadt, én is vele együtt élek egy új életet. Hát erről szól ez a délelőtt. Úgy gondoltam, hogy el kell mondjam, főleg azoknak, akik most vagytok először egy ilyen helyen. És most együtt fogjuk imádni és dicsíteni Istent, énekekkel. Gyertek és vezessetek minket az Isten imádásába. Megtaláltam Jézus útját. Megtaláltam Jézus útját, megváltása már enyém. Bizalommal futok hozzá, szeretettel én. Fönnállva énekeikkel újjá tette szívem.
Milyen jó azt tudni, hogy ő él. A megváltásban hiszünk mi. Nem a pozitív gondolkodásban, a megváltásban. Azt valljuk, hogy az ember baja nagyobb annál, hogy magát meg tudja váltani. Kell valaki szabadító, aki megvált. Én tudom, hogy a kecske drazsé, értsétek, hogy ez mi, az hasonlít a csokis pehelyhez. Hasonlít? Hasonlít. De hiába mondom a fiamnak, hogy gondolkodj pozitívan, fiam. Gondolkodj pozitívan. Az az. Az nem az. Hiába úgy néz ki, nem az. Úgyhogy nagyobb a mi bajunk annál, hogy magunkat meg tudjuk váltani. Ismerős, amikor valakinek azt mondták, hogy húzd ki magad a hajadnál fogva a vízből. De van megváltó. Erről a megváltásra fog az énekkar énekelni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm gyülekezetünkben Sebján Farkas Zsolt testvéremet, lelkipásztor testvéremet, barátomat, a Diósgyőri gyülekezet lelkipásztorát. Azért is izgalmas ez a délelőtt, mert az ő anyukája most fog bemerítkezni. Előbb ő tért meg a családba, majd később az ő édesanyja is. Úgyhogy az énekar éneke után Zsolt fogja az igét hirdetni nekünk. Kérlek. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt tudok lenni, és különösen nagy megtiszteltetés, amiről beszéltünk, hogy édesanyám is itt ma fog bemerítkezni.
emlékszem rá, amikor 1993-ban, mikor hazamentem, és mondtam, hogy Sopronból mentem haza, mondtam, hogy megtértem. És vártam a nagy örömet, ugye, de 1993-ban még ez nem volt annyira nagy szokás. Hát nagyon megijedt szegény, megmondom őszintén. És utána, aztán egy kicsit kevésbé volt ilyet, amikor látta, hogy jó hatása volt az életünkre, nekem is, a húgomnak is. És próbáltuk mi is, anyut is, hogy anyu, térjél meg te, és ez jó, jó Istennel járni. Emlékszem, azt mondta anya, hogy hagyjatok békén, majd megtérek, ha akarok. Bocsánat, hogy kiadtam, ennyi, nem fogok többet beszélni róla, nehogy rosszul, hogy zavarba hozzam. De amit ezzel akartam mondani, hogy végül mégis meghozta ezt a döntést, és ez csodálatos öröm. Ez életünknek a legfontosabb döntése. És van az a példázat a Bibliában, amikor a szőlőművesek kimentek a munkába, és teljesen mindegy, hogy az elején vagy a végén mentek ki dolgozni, ugyanannyit kaptak. Ez az üdvösségről szól. Nos, ma szeretnék egy igét hirdetni ebben az a gyülekezetben, ami található a Kettő Királyok 5-ben, az Ószövetségben. Kettő Királyok 5, Noámának a története. Biztos hallottam már mindenki ezt a történetet, hogyha olvassuk a Bibliát. És egy pár szót szeretnék, nem leszek hosszú, mert igen hosszú lesz ez a mai igehirdetés, de néhány alapelvet szeretnék belőle kivenni, amely mindenkinek számára hasznos lehet. Tehát Noámán története így szól, Kettő Királyok 5, 1-től olvasom az igét. Noámán, az arámok királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az ura arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak, és foglyul ejtettek Izrael országába egy kislányt, aki Naámán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naámán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt Izrael országában való leány. Arám király ezt mondta, királya ezt mondta, menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt, most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából a szolgámat, Naámánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelhet, hogy ide küldted hozzám egy embert, hogy meggyógyítson bélpoklosságából. Értsétek meg, és lássátok meg, csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az ember, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. Ezért Noámán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezen az üzenettel. Menj, fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Noámán azonban megharagudott. Elment, és így szólt. Hát én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, segítségül hívva Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságából. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izrael minden vizeinél? Megfürödhetnék abba is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan távozott. Szolgálja azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a proféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint, akkor újra tiszta lett a teste, mint egy kis gyermeké. Imádkozzunk. Drága szerető Istenünk, köszönöm neked, hogy a te igéd az igazság. Sokszor menekülünk az igazságtól, keressük más helyen, és amikor az ige szól, és olvassuk, önmagában is hatással van a szívünkre, megváltoztatja a gondolkodásunkat, életünket. Köszönöm, Uram, ezt a csodálatos történetet,
Segíts, hogy néhány dolgot ki tudjunk belőle ragadni most, egy eszenciát, amiből tudunk táplálkozni, hogy megelégedve, boldogan, örömmel tudjunk hazamenni a dicsérve téged, amikor látjuk ezeket az embereket, akik most döntöttek melletted és bemerítkeznek. Köszönöm, Uram, hogy az evangélium nagyon egyszerű, nem bonyolult, ahogy a Sámuel is mondta. Köszönöm, Uram, hogy mindenki számára elérhető, hogy ma ez, akik még nem döntöttek, Uram, akik még gondolkoznak, kérlek segíts, hogy ez a szívükben is elinduljon egy elhatározás, hogy ők is szeretnék ezt az utat járni, mert nincs más út. Te mondtad, Uram, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Semmilyen más út nem vezet az Atyához, csak általad. És köszönöm, Uram, hogy ezt az utat te adtad. Amen. Amen. Nos, Naámán. Kicsit nézzük meg, ki volt ez a Naámán. Azt írja a Biblia, hogy hadseregtábornok. Én így jellemezném Naámánt, hogy egy sikeres, gazdag ember, erős, kockahas, kigyúrt természet, jól megy a sora, egy jól menő, sikeres sztár, a királynak a jobb keze. Azért, mert ő szabadította meg Arámot, vagyis az Úr által szabadította meg Arámot. Amikor bemegy a Naámán az étterembe, mindenki hajbókol előtte. Jött Naámán. Amikor bejön egy városba, bejönnek Kecskemétre, Naámán, mindenki, az egész polgármester és mindenki kint lenne, hogy lássuk Naámánt. Ő a királynak a második embere. Nagyon gazdag, nagyon sikeres. Azt gondolja, hogy mindent megvehet. A legújabb iPhone-ja van. Csak Apple termékeket vásárol. És abszolút boldog élete van, úgymond. Belenéz a tükörbe, és büszke magára, reggel föl kell, megborotválkozik, vagy szakállas, nem tudjuk, lehet, hogy szakállas akkor van, de megnézi magát, én vagyok a sztár, én vagyok a menő, én vagyok a király. Egyszer csak egy bőrkiütést látszik a kezén, nem aggódik nagyon, hát egy bőrkiütés, hát vannak ilyenek máskor is, de nem tűnik el. Elkezd terjedni, aztán kráterek és különböző sebek kezdenek keletkezni a testén. Egy hirtelen megijed, és elmegy orvoshoz. Elmegy az orvoshoz, és azt mondja neki az orvos, Naámán, van egy rossz hírem. Te leprás vagy. A lepra akkoriban gyógyíthatatlan betegség volt. Olyan, mintha most valaki azt hallaná, hogy negyedik fokú, vagy hogy mondják ezt, rákban szenved valaki, negyedik fok. És már nincs remény. Emberileg nézve az orvosok nem tudtak rajta segíteni, de még rosszabb volt, mint a rák, mert a lepra ragályos volt. Nem lehetett hozzáérni. Sőt, a tüsszentéssel is terjedt, a nyálba is benne volt. Tehát magyarul közelébe sem mentek. Képzeljük el ezt a hatalmas, dicsőséges sztárt, amit egyszer csak hazajön az orvostól, és azt kiderül, hogy többet lehet, hogy nem érintheti meg a feleségét, a gyerekeit közelébe se lehet menni. Belenéz a tükörbe, és rájön arra, hogy nagy bajba vagyok, nagyon nagy bajba vagyok, és az orvosok nem tudnak segíteni. Akármennyi pénzem van, nem lehet a betegséget meggyógyítani. Azonban Naámánnak volt egy sokkal nagyobb problémája. Volt egy sokkal nagyobb betegsége, egy sokkal mélyebb betegsége. Ami még ennél a betegségnél is mélyebb volt. Ezt a betegséget úgy hívják, hogy bűn. Naámánnak a lelke is beteg volt. Nem tudta még, de a bűn az sokkal kegyetlenebb, mint a rák. Mert a rák a testet öli meg, de a bűn a lelket öli meg. És ezt a betegséget hordozza mindenki magában, amikor megszülettünk. Mindenki ebbe a betegségbe szenved. És ha semmi nem történik, ha nem gyógyul meg valaki ebből a betegségből, a bűnnek a következménye a Biblia szerint a halál. Méghozzá az örök halál, az örök elszakítottság Istentől, köznyelv szerint a pokol, aminél rosszabb, kegyetlenebb dolog nincsen ebben a világban, meg sehol. Naámán beteg volt, és mi is betegek vagyunk. Hogyha tükörbe nézel, a megfelelő tükörbe, megláthatod egy szörnyű betegségnek a tüneteit. Ez a tükör a Biblia. Belenézel ebbe a tükörbe, és elé tárul egy tünet sorzat. Mit mutat ez a tükör? Mit mutat ez a tükör? Paráznaságot? Haragot? Önzést? Rossz indulatot? Varázslást? Pénzsóvárságot? Sorolhatnám. Ez a tükör megmutatja. Egy bátor pillantás a tükörbe,
és az ember elszörnyölködik. Természetesen ez bátorság kell. Gyáva embereknek nem való az Isten országa. Csak a bátrak mehetnek oda. A bátorság, az első bátorság ahhoz kell, hogy valaki tükörbe nézze. De térjünk vissza Naámánhoz. Naámán úgy gondolta, hogy vége mindennek, de Isten láthatatlan keze gondoskodott egy megoldásról. Valaki egyszer azt mondta, nagyon tetszik nekem, hogy Isten két kézzel munkálkodik ebben a világban. A látható és a láthatatlan kezével. Mindenki a látható kezét keresi Istennek. Mindenki csodát akar, gyógyulásokat, nagy extra, fantasztikus dolgokat, amik látványosak, amit meg lehet érinteni. Pedig ott van Istennek a láthatatlan keze, amit úgy hív a Biblia, hogy gondviselés. És figyeld meg, hányszor van az az életünkben, hogy valahogy pont úgy történt, ahogy kellett, és Isten a gondviselő kezével segített nekünk. És Isten segít azoknak is, akik nem hívők, mert annyira szeret minket. Naámán még nem tért meg, de Isten gondviselő keze egy kislányt odavezetett. Emlékszünk a történetben, hogy a zsidó, vagy a arám csapatok megfogtak egy kislányt. Képzeljük el annak a családnak az életét. A kislánynak a szülei. Hogy jönnek a csapatok, elviszik a kislányt, és nem értik, hogy hogyan engedhette meg ezt Isten. Lehet, hogy te is így gondolkozol ma. Hogyan engedhette meg Isten ezt az életedben? Miért? Ez a kérdés olyan sokszor fölmerül nekünk. Miért? 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 És ebbe a történetben is látszik, hogy Isten, amikor megenged valamit az életünkben, egy nehézséget, mindig célja van vele, magasabb szintű célja. Először is nem akarta, hogy egy arám hadseregtábornok meghaljon, ezért ezt a kislányt oda vezette hozzá. Olyan érdekes, hogy a kislány nem haragszik. Ezen is elgondolkoztam. Képzeld el, hogy ha te lennél az a kislány, és ott van az ellenség, és beteg. Hát bennem az lenne, hogy kárörvendés. Megérdemli, nem? Hát rosszat tett. Isten népe ellen van. Minden fegyver, ami ellenünk kovácsol, az visszafordulni. Aki másnak vermetás, maga esik bele. Megérdemli ez az ember. Dicsőség az Úrnak, hogy nem? Körülbelül így. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen. Én bűnös vagyok, megmondom őszintén. És a kislány nem ezt csinálja. Sajnálja. Mert a szeretet az ilyen. Ilyen a Krisztus szeretete. Tudja a kislány, mivel hívő kislány volt, valószínűleg hitt Istenben, hogy nem véletlenül került oda. És azt mondta neki, és bizonyságot tett neki, még erről egy pár szót. Milyen volt a kislánynak a bizonyságtétele? Nagyon rövid. Elmondom, mi a bizonyságtételnek a lényege. Van valaki, aki tud neked segíteni. Én tudok valakit, én nem tudok neked segíteni, de én tudok valakit, hogyha elmész oda Izrael királyához, az Úr, az Izrael Istene tud neked segíteni. Keresd meg a prófétát, az Istennek a prófétáját. Isten tud neked segíteni. Meg tud téged gyógyítani. Ez a bizonyságtétel lényege. Azt mondja a Biblia, hogy olyanok lesz, nem lesztek, mint a kisgyermek, nem láthatjátok meg az Isten országát. Figyeljük meg ezt a kontrasztot. Itt van Naámán, a hatalmas vezér. Rengeteg pénze van, mindent megtehet, és nem tud magán segíteni. És itt van egy hívő lány, rabszolga, nincs szabadsága, és ő tud segíteni. Te is tudsz segíteni másoknak, hogy Istenhez jussanak. Te is tudsz beszélni valakiről, aki tud az embereknek segíteni, úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Ez a bizonyságtételnek a lényege. Nem én vagyok a lényeg, nem az a lényeg, hogy én mit csináltam, hanem az a lényeg, hogy Jézus kicsoda, Jézus mit tett, és Jézusra mutatott a kislány. És felcsillant a remény. Egy bizonyos hit kellett hozzá, hogy Naámán ezt elhiggye. De oda ment a király, az már nem volt más választása. Mindent kipróbált, az összes orvost, senki nem tud rajta segíteni. És azt mondta, jó van, akkor menjünk a profétához, menjünk Istenhez. Hát, hogyha Isten tud segíteni. És ez a hátha sokszor elég arra, hogy valaki meggyógyuljon, valaki megszabaduljon, valaki üdvösséget nyerjen. Ez már egy bizonyos fajta hit. Elindultak a nagy csapat, képzeljük el Naámánt, megy a nagy kíséretével, a szolgával. Még mindig ő a nagy király, vagyis hát a királynak a második embere. Még mindig ő a sztár, még mindig ő a király, ő a Jani, ő a vagány, ő az, aki számít, magas lovon ül, bevágtat, és azt mondja, hogy na, hol van ez a proféta? Most kihagytam egy részt, de nem lényeg. Hol van ez a proféta? Mert ez a lényeg, a lényegre szeretnék térni most, jó? Tehát hol van ez a proféta?
és megáll az ajtóba. Megszokta, hogy amikor megjelenik, mindenki leborul előtte. Amikor ő megjelenik, mindenki az ő kegyeit keresi. Lehet, hogy te is ilyen ember vagy. Hogy megszoktad, hogy minden körülötted forog, és neked így elvárod másoktól, hogy így meg úgy kell viselkedni. És ha nem teszik meg, akkor megsértődsz, mert pont ez történt. Ugyanis Elizeus nem jött ki az ő fogadására. És Naámán azt olvassuk, hogy igencsak megsértődött. Mi az, hogy nem jön ki elém az izraeli próféta? Ki ez az Elizeus? Én vagyok Naámán, mondjátok meg neki, kopogjátok be még egyszer, Naámán jött. Megmondtátok neki még egyszer, megmondtuk, és mi történt? Semmi. Vagyis, hogy nem semmi, hanem azt mondta, hogy nem jött ki, hanem menjél-e, fürödj meg a Jordánba 7-szer. Nagyon meg volt sértődve. Naámán nem erre számított. Ráadásul meg volt a fejében, hogy hogy fog meggyógyulni. Majd kijön, meg volt a fejében, hogy mit kell csinálni a Istennek ahhoz, hogy meggyógyuljon. Kijön majd a proféta, megkeni, meg beszél hozzá, stb. Istennek nem lehet megmondani, hogy hogyan gyógyítson. Ezért Jézus, figyeljük meg az evangéliumokba, Jézus néha szóval gyógyított, néha kézrátétellel, volt olyan eset, amikor sárral, különböző módszerekkel, nem a módszer a lényeg, hanem Isten. Nem az a lényeg, hogy hogyan, hanem hogy kicsoda. És kicsoda, Jézus tud téged meggyógyítani és mindenkit. És Naámánnak ekkor szó szerint le kellett szállni a magas lóról. Meg kellett magát alázni. Először nem akarta. De jöttek a szolgák, hála Istennek az olyan barátokért, rokonokért, ismerősökért, akik segítenek Istenhez téged. Naámán nem gyógyult volna meg, hogyha nincsenek ezek az emberek. Azt mondták neki, figyelj Naámán, nem olyan nagy dolgot kér az Isten. Bármit megtennél, hogy meggyógyuljál, ezt a kicsit nem tudod megtenni. És akkor Naámán megtette egy lépést, amit neked is meg kell tenni, ha meg akarsz gyógyulni. Leszállt a lováról, és megtette, amit Isten mondott. Megalázta magát. Olyan büszke emberek tudunk lenni mindannyian. Az én nagyon magasan ül a trónon. Én, nekem, engem, én. És Isten azt mondja, ha valaki meg nem alázza magát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem fog bemenni az Isten országába. Naámán elment, megtette, amit Isten mondott, bemerítkezett 7-szer a vízbe, és azt mondja a Biblia, hogy úgy jött ki, olyan volt a bőre, mint egy, hogy is mondja szó szerint, mint egy kisgyermeke, igaz? Megtisztult. Naámán Istent dicsérve ment haza. Régebben egy gazdag, sikeres ember volt, most pedig egy áldott ember. Még egy utolsó gondolat ebből, aztán tényleg befejezem. Arról beszéltünk, hogy egy sokkal nagyobb tragédia az ember életében, mint a lepra, a bűn. Isten megmondta, hogy lehet a bűntől szabadulni. Egy út van. És lehet, hogy most te úgy gondolod, hogy te megmondanád Istennek, hogy te hogyan akarsz Istenhez közeledni. Lehet azt gondolod, hogy mostantól kezdve beiratkozol egy teológiai tanfolyamra, vagy bemész egy gyülekezetbe, elkezdesz Bibliát olvasni, és Istennek kutya kötelessége, hogy ezt tőled jó néven vegye, és elfogadjon téged a mennyországba. Vagy lehet, hogy azt gondolod, hogy te mától kezdve imaórákat fogsz tartani, és Istennek kutya kötelessége, hogy ezt az imát, hogy téged felemeljem, vagy bármi van a gondolataidban, Isten egy utat adott. És az lehet, hogy nem az, amit te adtál. Te gondolsz. Van egy történet a Bibliában, az Ószövetségben, amikor Mózes felemelt a kígyót a pusztában. Jöttek a kígyók a bűn miatt. Mérges kígyók voltak, megöltek mindenkit. És azt mondta Isten, hogy emelt fel ezt a kígyót, érts kígyót, részből csinált egy kígyót, emelt fel a pusztában. Aki erre a kígyóra hittel rátekint, az nem fog meghalni, még akkor se, ha kígyó marta volna meg. Ezt a képet használta pontosan Jézus az evangéliumokban, a megtéréshez és az üdvösséghez, az újjászületéshez. Azt mondja, ahogy a kígyót fölemelte Mózes a pusztában, úgy kell Jézus Krisztus keresztjének fölemeltetni. És azt mondja Jézus, hogy valaki hittel a keresztre néz, akkor abban a pillanatban, amikor hittel ránéz a keresztre,
meg vannak bocsájtva a bűnei, és örök életet nyer. Van egy ilyen ének, aki Jézus keresztjét hittel szemléli, üdvözült még abban az órában, ez egy régebbi ének, de ez nagyon igaz. És befejezésre annyit szeretnék kérni mindenkitől, hogy ahogy hallgatjátok a bizonyságtételeket, és látjátok, hogy bemerítkeznek, nézzél Jézusra. Róla van itt szó, nem rólam, nem a fehér ruhás itt a lényeg, még csak nem is a Sámuel pásztor. Mi is fontosak vagyunk, és ti is. De itt most Jézus Krisztusról van szó. Hadd legyen az ő keresztje nagyon magasva fölemelve most. És nézz a keresztre, és abban a pillanatban, hogy Jézusra nézel, úgy fogsz járni, mint Naámán. Az a betegség, amit bűnnek hívnak, megtisztulsz belőle. És nem fogsz meghalni, hanem örökké fogsz élni a Jézus nevében. Amen. Köszönjük az üdítő igét. Úgy hiszem, hogy mindannyiunkat megszólított Isten az előző percekben. És mielőtt a tanúságtételeket hallgatnánk, egy imádságot fogok elénekelni a fehér ruhásokkal együtt. És mindazokkal, akik ezen már átmentetek, akik tapasztaltátok ezt. Igazából szeretnék abban is segíteni, hogy tudj felnézni a keresztre. Az Isten fia igent mondott rád a kereszten. Egy nagy-nagy igent mondott rád, még a bűneidre is igent mondott, és azt mondta, hogy a te betegségéd és a te bűneid az én bűneim. És a te betegséged az én betegségeim. Ő volt a fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Ma rajtad a sor, hogy te mondj igent rá. És az ének ez erről szól, hogy új szövetséget elfogadom, magam egészen oda adom. Ha lehetne kivetíteni, nagyon megköszönném. Új szövetséget elfogadom, magam egészen odaadom. Új szövetséget elfogadom, magam egészen odaadom. Nem tartok semmit, legyen tiéd. Láncolj magadhoz örökre már, nincsen itt részem, nincs ami vár. Hű lenni nékem tudom nehéz, de szívem lássa, percekben tanúságtételeket hallotok, és ennek alapján látjátok majd a bemerítést, amelynek a mai történetnek egy különös kifejeződés, amit hallottatok. Majd valakit kérlek, hogy segítsen a mikrofonokat állítani a magassághoz, jó? Kérlek.
Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mindig is hallottam Istenről otthon, az iskolában, a sátras evangelizációkon, és itt is, amikor 7 éves koromban elkezdtünk ide járni. Nem igazán figyeltem, elég kicsi voltam, de éreztem, hogy itt szeretettel várnak, és itt elszaladgáltam a pacsorok között, vagy a babaszobába játszottam, és szerettem ide járni. 2 évvel később megszületett a legkisebb húgom, és édesanyám beteg lett, de Isten... Isten meggyógyította, és az hiszem, ekkor kezdtem el úgy igazán hinni benne, pedig még ekkor is csak 9 éves voltam, és amikor a szüleim elváltak, így nem jártunk egy darabig, és így a család eléggé széthullott, de... De Isten felemelt minket, és talán 13 éves koromban újra elkezdtünk járni, és rájöttem arra, hogy nekünk most erre van szükségünk, hogy Isten kegyelmére és szeretetére van szükségünk, és elkezdtem figyelni, elkezdtem érdeklődni Isten után, hogy ő hogyan gondolkodik rólam, hogy miért és hogyan teremtette a világot, és a gyerektáborokban is nagyon sokat hallottam Istenről, és sokat segített abban, hogy megismerjem, sokat segítettek az alkalmak, az énekek, a láthatatlan színház, így a beszélgetések. Elkezdtem Isten iránt érdeklődni, és észrevettem azt, hogy az iskolában is tudom úgy fogadni a bántásokat, hogy én mégis szeretettel válaszolok. Akkor még nem voltam hívő, de Isten akkor is ott állt mellettem, és nem hagyta, hogy a bántások ellenére én ne tudjam szeretni őket. 15 éves koromban mentem az első ifi táboromba, és őszintén szólva nem vártam, mert más terveztem arra a hétre, de egyáltalán nem bántam meg, hogy elmentem. Sok emberrel megismerkedtem, és Isten ott is folyamatosan szólítgatott engem az alkalmak által, így más emberek által, és az utolsó este volt egy színdarab, ami arról szólt, hogy mi bűnösök vagyunk, de Isten az, aki világosságot ad nekünk, és ő magára veszi a bűneinket, és elszenvedi azokat. És én akkor tértem meg, de az, hogy hívővé váljak, az egy elég lassú folyamat volt, mert nagyon sok dolog történt velem, ami miatt nem is az, hogy kételkedtem Istenbe, csak inkább abba, hogy engem most tényleg szerete, vagy hogy engem tényleg elfogad-e. És ez egy hosszú folyamat volt nekem, de szép lassan eljutottam arra a pontra, hogy elhatároztam, hogy én be akarok merítkezni. Tavasszal elkezdtem járni Judit nénihez beszélgetni, mert úgy éreztem, hogy szükségem van valakire, akivel meg tudom beszélni a hétköznapi gondjaimat, vagy a kérdéseimet. Együtt olvastunk igét, imádkoztunk, és sokat segített abban, hogy ide most ki tudjak állni, mert nagyon féltem, és most is kicsit félek, de érzem, hogy így Isten mellettem van, és utána nyáron az ifi táborba természetesen megint elmentem, mert ez már ilyen hagyománnyá vált nálunk, hogy járunk. És a második este Sámuel arról beszélt, hogy sokszor nagyra vágyunk, ami nem baj, de előtte a kis dolgokat kell teljesítenünk, a hétköznapi dolgainkba kell helytállnunk, ami sokszor részre se veszünk az apróságokat, de ezekbe kell először helytállnunk. És engem nagyon megérintett ez a tanítás, és egész végig úgy ültem ott, hogy na most én ki akarok menni bizonyságot tenni, hát én nem bírok itt ülni tovább, ki kell mennem, és el kell mondanom, ami benne van, és nem is emlékszem, hogy már mit mondtam. Nem is én beszéltem, hanem Isten, de azt tudom, hogy hatalmas erőt éreztem magamban, és teljesen meglepődtem saját magamon, és hogy én saját magamtól álltam ki, és nem kérte senki. És ebből látszik az, hogy Isten mennyire hatalmas, hogy ezt velem meg tudta tenni, és úgy gondolom, hogyha velem ezt meg tudta tenni, akkor bárkivel meg tudja, és most annyira jó itt állni előttetek ezt elmondani, és én csak arra vágyom, hogy ezt mindenki megtapasztalja ezt az érzést, és nem könnyű Isten útja, de hát ez nem is mondja, viszont csodálatos, és tudom, hogy a bukásaim is okkal vannak. Köszönöm.
Rebeka bemerítési igéje az Efézus beliekhez írott levélben van megírva a második rész 8. versében. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Rebeka, hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója? Igen, hiszem. A te hitvallásod alapján az Úr Jézus Krisztus parancsára bemerítlek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Esfarkas Pálné Olga vagyok. Több mint 2 éve járok ebbe a gyülekezetbe. Katolikus, hívő családban nevelkedtem, jártam istentiszteletekre, és rendszeresen imádkoztunk. Majd felnőtt koromban ezek az imádságok, a bibliaolvasások és az imádságok elmaradtak. Jártam a magam életét Isten hitben ugyan, de Istentől távol, Isten nélkül. Majd amikor a fiam lelkipásztorként kezdett szolgálni, akkor kezdtem istentiszteletekre járni, újra kezembe vettem a Bibliát, és újra imádkoztam rendszeresen. Néhány évvel később elmondtam a megtérő imát, elfogadtam Jézus Krisztust megváltómnak, és átadtam neki az életemet. Hálát adok az Úrnak azért, hogy visszavezetett a helyes útra, hogy elküldte egyetlen fiát, hogy a bűneimtől megszabadítson, örök életet adjon, és megváltoztatta az életemet, és meg is áldotta. Hálát adok Sámuelnek, a pásztorunknak azért a tanításért, amiért most itt állhatok előttetek. Hálát adok a gyülekezetnek, amiért befogadtatok. Nekem nem tudom miért pont ide vezetett az Úr, de azt tudom, hogy a gyülekezetre szükségem van, és szeretnék szolgálni ebben a gyülekezetben. Az Úr megerősítette bennem azt, hogy a hátralevő életemben csak őt keressem, engedelmeskedjek neki, és igyekezzek vele a jó kapcsolatra. Ezért most itt állok előttetek, az Úr előtt is előttetek, és izgatottan várom azt a pillanatot, amiről Pál apostol a Római Levél 6. fejezetének 4. verséből azt írta: a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Olgának a Galatákhoz írt levél 2. rész 20. versét olvasom. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Hát nagyon örülünk, Olga, hogy a fiad jelenlétében teheted meg ezt a lépést. Hadd kérdezzem tőled, Olga, hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója? Igen, hiszem. A te hited vallomása alapján az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kérem, hogy tegyen bizonyságot.
Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Antal Csilla vagyok, 12 éves, és egy keresztény családban nőttem fel. Igazából úgy nem, rengeteg történetet, meg igeverset tudtam, de nem foglalkoztam velük. Tudtam, hogy létezik Isten, tudtam, hogy meghalt a bűneimért, de nem érdekelt annyira. És igazából tavaly nyáron kezdtem el érdeklődni Isten iránt, amikor a gyerektáborban volt egy láthatatlan színház, és az utána való beszélgetésen beszélgettünk olyanokról, amik elkezdtek érdekelni, és kíváncsivá tettek, és elkezdtem olvasni a Bibliát, és rengeteg választ találtam benne a kérdéseimre, és utána mentem a Continental Singersbe, ahol volt egy lány, egy velem egykorú lány, aki példa volt előttem, mert ő már befogadta Istent a szívébe, és vele is nagyon jókat tudtunk erről beszélgetni, és az ő élete által így kíváncsi lettem, hogy ilyen Istennel élni, akkor ilyet én is szeretnék Istennel élni. És tovább folytattam a Biblia olvasását, és rengeteget néztem vissza a múltba, és ez megszomorította a hétköznapjaimat, és elvette a kedvemet mindentől. És volt egy este a táborban, amikor arról volt szó, hogy Isten nem nézi a bűneinket, és akkor kaptam azt az igét, ami a Filippi 3:12-13-ban van megírva, hogy de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. És én nagyon szeretnék példakép lenni az osztálytársaim előtt is, meg a barátnőim előtt is, hogy ők is megtapasztalhassák, hogy milyen jó Istennel együtt élni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Csilla bemerítési igéjét a János levele, első levele, második részéből olvasom, a 24.-25. verset. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Csilla, te egy bátor lány vagy. Hoztad ezt a bátorságot? Kívánom, hogy végigfuss, jó? Azt mondtad az előbb, hogy ami előttem van, annak neki feszülök. Csilla, hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója? Hiszem. A te hitvallásod alapján, az Úr Jézus parancsára, bemerítlek téged, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Tamás bizonyságtételét kérem. Köszönöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én egyetemista koromban találkoztam komolyan hívő keresztény fiatalokkal, akikkel barátkoztam, és a velük való sok beszélgetés és a kapcsolat vezetett engem arra, hogy komolyabban szeretném megismerni Isten igéjét, illetve kerestem azt az utat, egy útkeresés volt bennem, hogy hogyan élhetnék én is egy olyan életet, amiben nincsen félelem, nincsen bizonytalanság. Persze félelem és bizonytalanság az mindig van bennünk, de én azt hiszem, hogy akkor találtam meg az identitásomat,
a helyes önértékelésemet, amikor elhittem és rádöbbentem, hogy Isten az, aki teremtett mindannyiunkat is, és a szeretetből teremtett azért, hogy gyönyörködjön a világban és bennünk. És úgy hiszem, hogy ez tudja csak igazán megadni az embernek az igazi helyes identitását. És azt tapasztaltam, hogy képes megváltoztatni bennem dolgokat, szándékokat, érzéseket, és ami szeretet van bennem, azt tanultam, illetve tőle kaptam, és képessé tesz arra, hogy a rossztól elforduljunk, és nemet mondjak rá, és a jót kövessem. És azért vagyok itt, hogy azt az örömömet kifejezzem, hogy Isten gyermeke lehetek, és hogy az életem ezen túl erről szól. Köszönöm szépen. Tamás bemerítési igéjét a Galáciabeliekhez írott levél 6. rész 14. versében olvasom. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Tamás, rólad mindig Nikodémus jut eszembe, aki hosszú ideig titokban követte az Úr Jézust. Igen, érdekes ez a Nikodémus, hogy hitt az Úr Jézusban, csak nem merte fölvállalni, és akkor vállalta fel, amikor mindenki elszillett Jézus körül. Mikor a tanítványi szétrebbentek, akkor jött Nikodémus, és azt mondta, hogy kérem az Úr Jézus testét. Döbbenetes, hogy amikor mások hite szétmegy, akkor Nikodémus hite összeáll. És úgy örülök annak, hogy megvalod nyilvánosság előtt is azt, hogy Isten gyermeke vagy. Nagyon örülünk neked és veled. Tamás, hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója? Igen, hiszem. A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Köszöntöm én is a gyülekezetet. Én Antal Péter vagyok, és egy keresztény családban nőttem fel, úgyhogy nagyon hamar találkozhattam már Istennel, és volt gyermeki hitem, de aztán előbb-utóbb eltávolodtam tőle. És amikor már így nagyon csak úgy éltem a világban, és nem igazán volt kapcsolatom, élő kapcsolatom Istennel, akkor azt mondtam, hogy én ezen szeretnék változtatni, ezért elkezdtem járni Istent keresők bibliaórájára, de amikor igazán megszólított Isten és szembesített az összes bűnömmel, az összes képmutatásommal, akkor az tolmásom volt, és ott azt tudtam erre mondani, hogy elfogadom ezt a kegyelmet, és ez is az, amiért itt állok, hogy Isten annyira komolyan vett minket, hogy meghalt a bűneink miatt, és ezért nekünk is komolyan kell venni őt. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Péter igéje a Rómabeliekhez írott levél 6. rész 4. verse. Keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. Örülök, hogy ilyen fiatalon döntöttél, Péter.
Hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója? Igen, hiszem. A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kérem bizonyságot tenni. Üdvözlöm én is a gyülekezetet. Én Nyakó Laci vagyok. És hát én egy félig meddig hívő családban nőttem fel. Anyukám volt keresztény, de igazából ez annyit segített, hogy ő hittem, hogy van Isten, de úgy nem érdekelt. És a kisgyerekkorom igazából csak úgy telt, hogy szuper vagyok, minden jó. És aztán a szüleim elváltak. És nekem ez olyan volt, mint Naamánnak a lepra, hogy minden szupi szuper volt, aztán egyszer csak minden ilyen rossz lett, és meg kellett borulnom. És igazából ekkor ilyen hiány töltötte el a lelkemet, és mindennel próbáltam ezt kiegészíteni mindenféle hülyeségekkel. És de igazából csak így csodát vártam Istentől, hogy változtasson meg csak úgy, meg hogy mindenki boruljon le előttem. És hát aztán beszélgettem a bátyámmal róla, és bemutatta nekem őt, mint megváltót, mint apát, mint barátot, és akkor úgy döntöttem, hogy be akarom őt fogadni. És azóta ő folyamatosan gyógyít, javít, és vezet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Laci igéjét János első levele második rész 16. versében olvasom. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Úgy csodálom a Lackót, ahogy Isten dolgozik benne. Emlékszem arra, amikor Facebookon kérdéseket tett fel nekem, hogy bizonyságot tesz az osztálytársaink, és nem tud válaszolni a kérdéseikre. Olyan jó volt látni, hogy felvállod Jézust, megvallod őt. Kívánom, hogy ezután is így legyen, Lackó. Laci, te mondtad, hogy így szólítsalak. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója? Igen. A te hitvallásod alapján, az Úr Jézus parancsára, bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Nagyon-nagyon mélységekből jövök, az alkoholizmus kábítószervos volt az elején, meg cigaretta, stb. És nekem a hitem alapja a mélységben megtapasztalt Jézus Krisztus. Én még nem hallottam, tehát nem vallási családban nőttem fel, ahol a vallásból lett volna valami, hanem
Már mikor nagyon mélyen voltam, egy hónappal azelőtt, tehát így elkiáltottam magam az Úrhoz. Nem tudtam, én csak szerettem Jézust, én Jézus rajongó voltam valamikor. Nem tudtam, hogy ő ki. Nem tudtam. És egy hónap múlva ide kerültem az imaházba, és ahogy ide leültem a padsorokba, hogy ti, Jézus megérintette a lelkem. Majdnem leborultam a padról, mikor vége lett az Isten tiszteletnek. És utána még 3 évig nagyon nagy harcom volt. Tudjátok, a mélységben meg lehet tapasztalni azt, hogy ki harcol kivel a szellemi harc, amiben élünk. A szellemi harc. A sötétségből előlépett a sötétség, és rám támadt ez a sátán. És meg akart folytani. És Krisztus ott volt végig velem. Figyeljetek, én láttam. Láttam az Urat, hogy harcol. Mindannyiunkért. És azt is megtudom, mert szavak nélkül megértjük az Istent. Mikor az Isten lelke bennünk van, akkor szavak nélkül megértjük, hogy ahogy e világban valóság, a Krisztus valósága, ott is valóság lesz, az örökké valóságban is. És ahogy a sátán ennyire harcol értünk, az ott is ott lesz. Itt még választhatunk. Úgyhogy nem mindegy, hogy mit teszünk. Én pénteken láttam meg, azóta tudom a gyülekezetet úgy hívni, hogy testvéreim, a baptista embereket. Múlt hét pénteken. Egyszer csak már imádkoztam az Úrért, hogy cselekvéseket, Uram, kérek, most már elég volt a szavakból. És azt mondta az Úr, hogy gyere, akkor eljöttem, és Sámuelhez, hogy majd zenélgetünk, de nem volt zenélgetés, hanem jött egy mély élethelyzetben lévő házaspár. Láthattam, hogy mit cselekeztek. Aztán este egy szeretett vacsora, és ezt láttam meg, hogy ti tulajdonképpen szolgáljátok a szolgakirályt. És érdekes, ezen is nagyon sokat gondolkoztam, hogy a szolgakirály ott áll az ajtajaink előtt, és ő, amikor bejön az életünkbe, tulajdonképpen Jézus szolgál minket. Ő szolgál minket, akin sebeket ütöttek az ember, és bizony sebeket gyógyít a szolgakirály. Nagyon megszerettem Jézus Krisztust, mert láttam, hogy ő a dicsőséges. Amikor először jöttem életembe ebbe az imaházban, én nem tudtam semmit, és olyan boldog voltam, mint ma reggel. Most egy kicsit be vagyok Zéhozével, mert hát azért csak kis gáz van, de majd elmúlik. Most az Urat kértem, hogy nem kell ez. És tegnap eljöttem, nem tudom, én Sámuel egy tipikus ilyen Duracell lelkipásztor, nem bír lemerülni, mert láttam, hogy fáradt tegnap is, már láttam máskor is, és mondom neki, hogy de akkor is ragyog a szeme. És mondom, hogy hát ez történt velem, hogy én egy blues harmonikás vagyok, és hát az ilyen blues harmonikásoknak elmondtam, hogy ez egy ilyen zenei bizonyságtétel lenne, ami most történik. Tehát most improvizálunk. Most itt nem közönség vagytok, hanem a gyülekezet. És elmondtam neki, hogy én 10-valahány évig gondolkoztam ezen, minden blues harmonikás, ezek ilyen félőrült gyerekek, főnőtt gyerekek, nem szabad, ki kell őket kerülni az utcán, ha találkoztok velük. És az a lényege, hogy egy vonat imitációt szeretnénk eljátszani. De a sátán engem nem engedett, hogy kibontakozzak, nem, rám telepedett, és Krisztus felszabadított bennem rengeteg sok mindent. Amikor megszabadít az alkoholizmustól, ok és okozati szinten megmutatta, hogy az alkohol az okozat volt, az ok pedig, és rengeteg sok minden hiába valóságok vannak bennünk. Rajta van a lelkünkön a címke, hogy nyomokban mongyorót, faágot és mókust is tartalmazunk, mert teli vagyunk minden hiába valóságokkal. És Isten ezeket kivette. Így dobáljuk kifele. Nem vagyok művész, hála az Úristennek, már nem írok verseket, úgy örülök neki, köszönöm Uram, halleluja. Akkora önmarszangolás, akkora fölöslegesség. Dobjuk kifele, ahogy süllyed a léghajó, bejött Jézus, és mondta, hogy azt is dob ki, azt is. Ő nem bejárónő, hogy ő takarít. Ő rámutat, kidobjuk. Dobjuk, dobáljuk. Most nagyon jó, dobálgatunk. Szeretnék eljátszani nektek ezt, amit 10-valahány évig gondolkoztam rajta. Eljátszom, jó, Miles Davis mondta a jazz trombitás, hogy előbb eljátszom, aztán beszélek róla. Még egy kicsit majd jó beszélek, és hát nem tudom, hogy fog szólni. Még nem nagyon játszottam így mikrofonban. Ez egy egyszerű vonat. Ja.
Az történt, hogy ezt próbáltam, és egyszer hallom, itt vagyok a gyülekezetben, de én így beszélek Istennel, nem tudok másképp, úgy megyek hozzá imádkozásban is, ahogy jövök. Uram, azt mondod, hogy kérjetek és megadatik. Uram, én úgy szeretném ezt a vonatot, mint egy gyerek. Így mondtam neki. És most, ahogy már eldobtam a bűneimet, képzeljétek el, leülök egy üres terembe, hatalmas akusztika, minden, akkor volt ez a nagy melegek. És ülök, és kezembe a harmonika, így gondolkozom, gyakorolgatok, és egyszer csak érzem, hogy valami lesz, mindjárt lesz valami. Ha, és a harmonikát odaveszem, és elkezdtem játszani, és így kirobbant belőlem ez. Soha nem tudtam eljátszani, soha. Még a barátaim is mondták, hogy hát jó van, Viktor, de egyszerűen féltem. És Isten olyan dolgokat is felszabadít, ezért játszottam el ezt most, olyan dolgokat felszabadít bennünk, amit azt mondjátok, hogy nem is tudtuk, hogy bennünk van. Isten jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Leéljük az életünket, anélkül, hogy tudtuk volna ezeket a dolgokat. Sok mindent tudnék mondani, most nem akarom szegény Sánvalnak, mondtam tegnap, hogy a búzaszemeket szoktuk csiráztatni, nem a lelkipásztort, hanem azt még el kell nektek mondanom, hogy nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy a baptista egyházba hozott. Itt nincsenek szent graffitik, nincs bent a zászló, nincs politika, nincs gazdaság, és ez a külső segítség segített abban, hogy nem haltam bele az alkoholizmusban. Nem haltam bele. És drága Laci bácsit itt látom, ő a baptista vezetőségnek is tagja volt. Soha nem felejtem el, egyszer így mesélte, mint a nagyapámat úgy hallgattam, nagyon szeretem az időseket hallgatni, és így elmondta, hogy mikor, ez volt az íre a pont, hogy én baptista akarok lenni. Íre a pont, mert azt mondja, hogy mikor megjelent a baptista egyház itt nálunk, akkor a katolikus egyház elkiáltotta magát, itt a baptista veszély. Hű, mondom, kevesebben is vagytok, veszélyesek is vagytok, itt a helyem. Én legalább szeretnék olyan veszélyes lenni, mint ti. Most ezen nevettek, de látjátok, a kisgyerekek, mikor a kis báránkákig énekelik, az emelik ki a kezüket, hogy hű, na, ugye, hogy milyen veszélyesek? Az már a baptista veszély. Tehát, summa-summarum, nagyon köszönöm az Úrnak, hogy megmentett. Isten megmentett. És Isten nem az, akik ha itt vagytok, és még gondolkoztok rajta. Jézus nem az, aminek sokan mutatják. Egyáltalán nem. Az emberi mi voltokat látjátok. Ha isteni mi voltjában akarjátok őt meglátni igazán, akkor ide be kell hívni az életet az életben. És akkor boldogokká váltok. Az életem most már boldog. Tudok boldog lenni, soha nem voltam boldog. Ez egy kiegyensúlyozott öröm. Most Krisztus szeretete fegyelmezett, hogy ne omoljak össze. Itt imádkoztam, hozzászólok, még persze, hogy cidrizik a hátsom, hát na, emberek vagyunk, de mégis segít. Na, hát ennyi. Köszönöm. Köszönöm, hogy vonattal még senki nem jött így a bemerítő medencébe. Most ezt is átélhettük. És szeretném felolvasni Viktor
bemerítés igéjét, ami a Római Levél 6. részében van megírva, a 22.-23. versben. Most azonban, miután bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta néktek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Néha szoktunk együtt zenélgetni a Viktorral, és akkor tegnap bejött hozzám, tényleg nagyon fáradt voltam, és mondom, gyere muzsikálj egy kicsit. Beszélgettünk, imádkoztunk, és mondom, eljátszanád te, figyelj, hát meg fognak botránkozni. Mondom, játszad el, az Isten dicsőségére játszad el. És sokáig játsz az Úr dicsőségére. Itt köztünk is. Amen? Amen. Viktor, hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója? Igen, hiszem. A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tegyek neked. Leszállnál a lóról? Itt a földön rázhatjuk a rongyot egymás előtt, de Isten előtt egyenlőek és egyformák vagyunk. Van egy hely a kereszt, ahol teljesen mindegy, hogy hány iskolát végeztél, hogy mi a végzettséged, hogy milyen nagy fizetésed van, hogy milyen karriert futottál be. Ott minden ember egyaránt nyomorult bűnös. Teljes mindegy, hogy valaki a viskóban halálos beteg, vagy jó szituált emberként beteg, a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmeinek pedig örök élet. Hívlak ma téged Jézushoz. Ha szólt hozzád, ha beszélt hozzád, gyere hozzá. Nem egy egyházhoz hívlak, nem lelkészekhez hívlak, Jézus Krisztus, az Isten fia hív téged az ő követésére. Add át az életed neki. Ha fiatalok egy karácsonyi jelenetre készülnek, és ezt fogják most gyakorolni, és ezért menjenek el most, az a kérésem. És folytatjuk a Isten tiszteletünket azzal, hogy Kovács László testvérünk fog bizonyságot tenni Nagykőrösről. Kérlek, Laci, gyere is, tegyél bizonyságot. Krisztusban szeretett testvérként köszöntök én is mindenkit. Ezen a csodálatos alkalmon nehéz megszólalni. Ezután a bemerítés sorozat után, de azért megpróbálkozom vele. Idefele jövet azon gondolkodtam, hogy mikor volt az életemben az, amikor az Istentől elszakadt világgal találkoztam. És egészen kisgyerek koromra nyúlik vissza, amikor az iskolában tanultuk azt, hogy az ember hogyan született, az evolúció, stb. És akkor megtudtam, hogy én a majomtól származom. És hazafele sírva indultam, hogy én a majomtól származom.
Hát én ezt nem tudtam. Ez nagy meglepetés volt számomra, és hazaérve ezt elpanaszkodtam. És mivel ugye úgymond ateista családból származom, így megnyugtattak, hogy ne aggódj, fiam. Kicsit még úgy nézel ki, de majd alakulsz. Aztán úgy igazából ez a csodálatos az egészben, hogy gyerekként még bennünk van ez az Istennel való kapcsolat. Aztán úgy elrontjuk. Töltünk különböző sötét dolgokat a gyerekek fejébe, próbáljuk bennük elnyomni ezt az Istenhez való törekvést, azt a gyermeki naívságot, azt az egyszerűséget, amivel keresik az Urat, keresik a dolgoknak az értelmét, a lényegét. És nem ezt adjuk a kezükbe, hanem a saját megrontott lelkünk sötét dolgait, és aztán majd nézzük ennek a gyümölcsét. Itt a bizonyos bizonságtételeket hallgatva egyre inkább erős bennem az az érzés, hogy mindenkinek igenis ki kell állnia és megvallani az igazságot, azt, amit látunk. Hogy ebben a világban mi az, ami történik. Hogy most már azt várják tőlünk, hogy a sötét szobába bezárkózva imádkozzunk magunknak, és nem mutassuk a világ felé, mert ez bántja az emberek szemét. Hogy most már, ha kereszténységet tanítunk az iskolába, akkor tanítsuk az ateizmust is, hogy lehessen válogatni. És igazából pont a lényeget nem tanítjuk. Azt, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Az egyetlen út, az egyetlen kapu, amin beléphetünk a kereszténységbe, ennek a megvallása, hogy az a 33 évet élt zsidó ember Isten, aki emberré lett, és meghalt értünk a kereszten, azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Olyan, mint a szülő anya, aki belehal a szülésbe, hogy a gyermeke tovább éljen. És az életemben igazából ez jelenti azt a megtérést, hogy fölismertem, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Igazából a neveltetés okán meg a környezet, amiben az ember leírja a fiatal korát, indított arra, hogy én majd a kezembe veszem a sorsom. Most divat ezt mondani, hogy a kezünkbe vesszük a sorsunkat. Hát ez csodálatos törekvés, csak értelmetlen. Elindultam, halmoztam a diplomákat sorba, közgazdász 1, közgazdász 2, kisgazdász, minden voltam, és akkor azt úgy mondtam, hogy kegyes volt hozzám a sors, hogy rögtön vezető beosztásokba kerültem. Tehát soha nem tapasztaltam meg azt, hogy alázatosan szolgálva milyen fölfele kapaszkodni. Így ez a világba vetett hit, ez a csodálatos életbe vetett hit ringatott abba, hogy én magamnak köszönhetek mindent, hogy indulok, és akkor erősen, határozottan megyek előre, és annak meg lesz a gyümölcse. Hát meg is lett. Szépen elindult minden fölfele az életben, jött a pénz, a siker, a csillogás, és aztán a nagy zuhanás. Mint amikor az ember, ez a hétköznapi örömök, ezek az ünneplések, hogy elmegyünk, buli van, szórakozunk, mindenki jól érzi magát, utána másnap mi van? Másnaposság. A depresszió, a kiábrándultság, hogy vége az ünnepnek. Hát most mi lesz? És igazából az életemben is ez történt. Hogy egyszerre csak mindent elvesztettem, ami nem Isten kegyelméből volt, és a magam dicsőségére szereztem, és büszke voltam magamra, hogy én milyen jó vagyok. És az első találkozásom Istennel az volt, amikor ebbe a kiábrándult, letargikus, depressziós állapotba elindultam, és hát véletlen, de a katolikus templomba tértem be. Síri csönd volt. Ugye ezek a templomok keletelve vannak, hogy besüssön a nap, hogy ez az oltári ragyogás meg egyebe. És a boltozatra fölnézve olvastam azt, hogy
én vagyok az élet kenyere. És ekkor történt meg az, amit a tékozó fiú esetéből ismerünk, hogy fölszakadt ez a fájdalom, amikor az ember a szeretet olyan találkozik az Isten szeretetével, ami olyan hatalmas, hogy nem tudjuk fölfogni. És ez úgy, ettől úgy összeomlik az ember életébe az a bűnös múlt, és térdre zuhanunk Isten előtt, és azt mondjuk, hogy bocsáss meg, Uram. És akkor még nem történt meg teljesen ez a változás az életemben, csak elindult. Akkor kijöttem a templomból, és mormoltam, hogy mint a tékozó fiú, hogy ó, atyám, bocsáss meg, bűnös vagyok, mit csináljak, jaj, mit tettem. Ezt mormolja az ember magába. Ez nem a keresztény bűnbánat. Ez a fajta bűnbánat az áldozatra visz. Az igazi bűnbánat az, amikor azt látjuk, hogy az apa minden nap ment a fiú elé, leste várta, hogy mikor jön haza, mert tudta, hogy haza fog jönni. Mert ott a helye nála. És akkor már szolgák is bolondnak nézték, hogy hát nézd, mi történt az öreggel, hát folyamatosan kijárkál, várja a fiát, úgy se jön. Aztán egyszer megjelent. Rongyosan, szakadtan, elteltek az évek, és megállt az apja előtt, és az apja némán átölelte. És el tudjuk képzelni azt, hogy itt milyen sírás volt, hogy szembesültek azzal, hogy milyen nagyon szeret az Isten, hogy nem azt síratta, hogy eltékozolta a vagyont, az életét, hanem azt, hogy milyen nagy a szeretet. És igazából ez a lényege az életünknek, hogy a bűneink ne a bűneinkből fetengve nézzünk Isten szeretetére, hanem zuhanjunk bele Isten szeretetébe, aki a kárhozat örvényeitől felfog minket, és ebből a szeretetből nézzünk vissza a bűneinkre. És amikor visszanézünk a bűneinkre, akkor minden ragyog. És ha hátam mögé nézek, akkor minden ragyog. És ott látjátok a keresztet, ami alatt állva megbántjuk egymást, ami alatt állva hazudunk, ami alatt állva megcsaljuk egymást. De erről a keresztről olyan fényesség árad az életünkre, ami fölfoghatatlan, ami mindannyiunk számára egy olyan csodálatos dolog, hogy az Isten szeret és megbocsát. És mindig ott van az életünkben, csak hívnunk kell. Akkor is, amikor úgy érezzük, hogy nincs ott. Mert sokszor van az életünkben az, hogy ülünk otthon, és próbálunk imádkozni. És akkor a klasszikust véve, hogy mi atyán, ki vagy a mennyekbe, és akkor egy eszünk, te jó Isten, nem fizettem ki a gázszámlát. Vagy nem tudtam még a gyereknek megvenni mindent. És akkor lelkiismeret furdalásunk van, hogy hát milyen keresztény vagyok én, hogy még imádkozni sem tudok. De akkor jusson eszünkbe a megtérő imából az, hogy Uram Jézus, szükségem van rád. És mondjuk ki hangosan, és mondjuk el, a zsoltárok ezekkel vannak tele, hogy Uram üldöznek, Uram bántanak, Uram az életemre törnek, segíts, menekíts ki, szabadíts ki engem. És akkor az Úr ott lesz melletted, és kiszabadít. Remete Szent Antal volt egyszer a pusztában egy látomása, Úr Jézus Krisztus megjelent neki, és akkor azt mondta neki, hogy Uram Jézus, hol voltál? És akkor Jézus Krisztus azt mondta neki, hogy itt voltam Antal, és néztem, hogy szenvedsz értem. Hát valahogy mi is ezt kell, hogy érezzük az életünkben, hogy Jézus Krisztus mindig ott áll mellettünk, és hogyha imádkozunk és reménykedünk olyan dolgokban, hogy valaki meggyógyul, vagy gazdagság jön az életünkbe, vagy bármi más, ami alacsonyabb rendű reménység, az dobjuk el. És Pál apostol mondta azt, hogy van egy olyan reménység, ami soha nem csal meg. És ez a reménység legyen a mi hitünk,
És igazából azt kívánom mindenkinek, hogy tudjon az Úr Jézusba kapaszkodni, és ezek az ígéretek ne olyanok legyenek, hogy ezeket számon kéregetjük, hanem tegyük hozzá szívünket, lelkünket, és viseljük el azokat a terheket, amiket hordoznunk kell azért, hogy az Isten szeretete örökké megmaradjon az életünkben. És most szeretnék egy igerészt felolvasni. Ez az apostolok cselekedetének második fejezetéből, a 38-39. Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindjárt Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret gyermekeiteké, sőt, mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Hát én azt mondom mindenkinek, hogy szólítsuk az Urat, hogy Uram Jézus, szükségem van rád. És csukjuk be a szemünket egy pillanatra, és jusson eszünkbe az a kép, amint az élet szerzője, ami megváltunk, egy szamár háton érkezik az életünkbe azért, hogy a bűneinktől megszabadítson minket örökre, és hogy a dicsőséggel jöjjön a mindannyiunk életébe. Ady Endre egy kis versével szeretném zárni. Az Úr érkezése a címe, és csak egy verszakot. Amikor elhagytak, amikor a lelkemet roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Mindenkinek ezt kívánom az életében, és azt, hogy figyelmesen szeressük egymást is szívből, mert Jézus Krisztus erre tanított minket, és Isten szeretete mindannyiunkban ott van. Csak ismerjük fel, és éljünk ezzel az áldással, hogy tudunk adni, hogy tudjuk szeretni őt. Ez az életünk igazi értelme. És az élet legvégső értelme mögött egy fényes trónon ott ül Isten, aki vár ránk és hív bennünket. Köszönöm szépen! Egy olyat kértek tőlem a gyerektanítók, hogy akik karácsonyra készülnek színdarabra, azokat várják len az alaksorba a gyerekek közül. Úgy tudom, ezt kérték, hogy a bemerítés után ezt jelentsen be. És most egy nagyon érdekes része következik ennek a délelőttnek. Nagyon fontos az, hogy mi nem csak az Úr Jézust, bocsánat, nem csak a vízbe kell kövessük az Úr Jézust. Ő bemerítkezett 30 évesen, úgyhogy neki nem kellett volna. De azért merítkezett be, hogy azonosuljon velünk. Beállt, úgy mondják, hogy beállt a bűnösök sorába. Egy lett közülünk. És olyan szinten azonosult a bűneinkkel, hogy ő bűnné lett, nem bűnössé, mert soha bűn nem követett el, hanem olyan módon hordozta a világ összes bűnét, hogy ő maga bűn lett. Ez a kegyelemnek, a megváltásnak egy nagyon mély csodája, hogy az Isten fia bűnné lesz, hogy a bűnös ember szabad legyen, hogy tiszta legyen, hogy szent legyen. És nincs nagyobb öröm, amikor Jézus vérén keresztül engem, a nyomorult bűnöst, az Isten tisztának és ártatlannak lát. Nem azért, mert az vagyok, hanem azért, mert az ő fiának az ártatlansága, tisztágasa és szentsége lett az enyém. És a következő percekben azért fogunk imádkozni, testvéreinknek Isten adjon erőt az úthoz. A bemerítés nem egy megérkezés. A bemerítés egy kezdet. Olyan, mint egy házasságkötés. Mikor azt mondták ki több, hogy félnek. Hát persze, hogy félnek. Én is féltem. Az esküvő napján hihetetlenül féltem. Pedig iszonyú szerelmes voltam a feleségemben, és mégis féltem. Mert tudtam azt, hogy ez egy életre szól. Ez engem meghatároz. Az az igen, az kell kövesse. Sok kicsi igen
Sok kicsi igen, és sok kicsi nem az ördög felé. És ez erő kell. És azért vágyunk, és azért imádkozunk, hogy mi testvérek ne csak a bemerítés vizében kövessük Jézus példáját, hanem egy életen át tudjanak utána menni. A jó hírem az, hogy nem kell egyedül menjetek. Isten azért találta ki a gyülekezetet, mert azon keresztül akar minket formálni és vezetni. Amikor megtértetek és újjászülettetek, akkor betagoltéteket Isten nagy láthatatlan egyházába. A valaha élt, ma élő és jövőben élő hitű keresztjének közösségébe. Bárhol fogtok menni a világban, találkozni fogtok keresztjénekkel. És attól függetlenül, hogy mi van a címkéjükön, a szívetekben meg fogjátok érezni, hogy testvér. És nem a baptista címkét fogod rajta keresni, hanem az, hogy ugyanaz a Szentlélek van benne, és ami benned. És ugyanaz a Jézus váltotta meg őt is, mint téged. És ez a Jézus közösséget teremt, ezer idegenek között is. De Isten nem csak egy nagy láthatatlan gyülekezetbe kapcsol be minket. Amikor pünköskor hirdette Péter az evangéliumot, ott volt 150 hívő ember. És hadd mondjam nektek, volt 3000 ember, akik megtértek, és azt mondták, akarunk közétek tartozni. Istennek van húsvér látható egyház és gyülekezete. Egy picike kis szilánk darabja ez is, ez a gyülekezet. Egy kicsike része. És szeretnénk jó testvéreitek lenni. Azért fogunk imádni, hogy Isten szent lelke töltsön be. Azért fogunk imádni, hogy Isten lelke gyámolítson, vezessen, vigasztaljon benneteket. Azért fogunk imádkozni, Isten szent lelke építsen be benneteket ebbe a gyülekezetbe, a közösségbe, hogy találjátok meg a helyeteket, a lelki ajándékotokat, a szolgálatotokat, amiben ki tud teljesedni a ti életetek. És olyan jó azt tudni, hogy nem Rambo és Chuck Norris keresztjénekre van Istennek szüksége, hanem olyan keresztjénekre, akik kapcsolódnak egymáshoz, és kapcsolódnak Istenhez. Kapcsolódnak Istenhez, és kapcsolódnak egymáshoz. Ezt fogjuk most megünnepelni, amikor imádkozunk értetek. Egyenként fogunk imádkozni. Kérem a megkért, megbízott előjárókat, hogy gyertek ide előre. A gyülekezet maradjon ülve, vagy szabad le is térhelni. Van, az, csak szoktam mondani, hogy az térdeplő, nem lábtartó, de térdepelni is lehet rajta. A lényeg az, hogy a gyülekezet maradjon helyben, mi pedig imádkozunk értetek. Kérem szeretett az előjárókat üljenek. Drága Úr Jézus, köszönöm neked a Rebekát, köszönöm Uram, hogy te megszólítottad őt. És nagyon hálás vagyok azért, mert te alkalmasnak láttad ezt a gyülekezetet, hogy ide szülessen meg. Köszönöm Uram, hogy rendeltél hozzá egy mentort. Köszönöm Uram, hogy volt, aki neki bizonságot tegyen, hogy biztosra. Köszönöm neked az ő édesanyját, aki meg tudta előtte jeleníteni a te kegyelmedet. Köszönöm, Uram, hogy te mindent kihasználtál azért, hogy Rebeka megtérjen. Köszönöm, hogy az ő örök életét. Köszönöm, Uram, hogy bizonságot tesz rólad. Köszönöm, hogy vágyik rád. Köszönöm, Uram, hogy megerősíted. És Úr Jézus, imádkozom azért, hogy törzs be őt, Uram, a te szent szellemeddel. Törzs be őt, Uram, tetőtől talpig. Uram, kereszteld meg őt, merítsd be őt, Uram, a te szent szellemedben, hogy bátoran hogy tudja hirdetni a te ígédet, hogy tudjon a te ajándékaidat felismerni magában, és tudjon azáltal szolgálni, Uram, hogy bátorságot nyerjen, Uram, hogy kitartson, Uram, és add meg, Uram, hogy megtaláljon mindent, amit te neki akarsz adni, Uram, megtalálja a jövőjét, megtalálja a hivatását, megtalálja a saját családját, Uram. Kérlek, Uram, hogy minden lépésében te vezesd őt, Uram, a te kegyelmedből, Uram. Adj neki tőled jövő boldogságot, a te kegyelmedből, Jézus. Amen. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy te szeretsz.
Köszönjük, hogy meghaltál a kereszten a bűneinkért. Köszönjük, hogy megszabadítottál minket. Köszönöm, hogy anyu is megtérhetett, és átadhatta az életét neked. Köszönöm, hogy olyan sok mindent már az ő életében megtisztítottál. Én arra kérlek, hogy folytasd ezt a munkát, és segíts, hogy adjál neki még éveket az életéhez, amikor téged tud szolgálni, és add meg neki, hogy teljesen megtisztulva, sebekből meggyógyulva, azt az örömteli életet tudja élni, bővölködő életet, amit te megígértél mindazoknak, akik hozzád fordulnak. Én is kérlek, Uram, drága Jézusért, te szent szellemedet tölts ki rá, te gyógyító kenetedet, hogy árassza el anyunak a szívét, lelkét, testét teljesen, és segíts neki, hogy azokkal az ajándékokkal tudjon szolgálni, amit te adsz neki. Segíts neki, hogy be tudjon épülni ebbe a gyülekezetbe, és hogy sok szeretetet tudjon adni, és kapni, és tapasztalni. Segíts, Uram, hogy a te kegyelmed rajta minél jobban meglátszódjon, hogy ahogy halad előre az úton, mindenki lássa egyértelműen, hogy te vagy az Úr, és te változtatod az ő életét. Köszönöm neked, Istenem, hogy megmentetted őt, megmentettél minket, és köszönöm, Uram, hogy ez mind csak azért van, mert te meghaltál a kereszten a bűneinkért. Hálát adunk neked ezért. Amen. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy te minden egyes embernek bemutatkozol, és köszönöm, hogy Csillának is bemutatkoztál. Köszönöm a szüleit, testvéreit, akik jó példák voltak abban, hogy hitre juthasson. Köszönöm azt a barátnőjét, akivel a kontinentában beszélgetett rólad. És köszönöm, hogy eljuthatott arra a pontra, amikor kimondta, hogy ő akar téged, és befogad téged. Kérlek, hogy töltsd be szent lelkeddel, és mutasd meg neki, milyen szolgálatra hívtad el, hogy mi az életének a célja, és a hétköznapi dolgokban a pályaválasztás, házasság vagy család, és minden egyébben is te legyél az ő vezetője egész élete végéig Jézus nevében. Amen. Mennyi édesapánk, köszönöm neked, hogy Tamásnak is édesapja lettél. Köszönöm, hogy te adtál neki életet, köszönöm a családját, ahol felnevekedhetett, és köszönöm azt, hogy úgy munkálkodtál az ő életébe, hogy minden gondolaton és érzésen áttört azt, hogy te mennyire szereted őt. Köszönöm, hogy megláthatta ezt, megláthatta bűneit, és megláthatott téged Úr Jézus ott a kereszten, hogy felvitte Tamás testvérünk bűneit is a fára, és tisztán állhat előtted hitáltal. Köszönöm neked, hogy szolgálatba állítottad őt. Köszönöm a nagykörösi szolgálatát. Kérlek, hogy áld meg a mi gyülekezetünkben is, mindenütt, ahova megy. Kérlek, Úr Jézus, hogy legyen rajta az, a te áldásod, hogy aki vele találkozik, az vele találkozzon. Kérlek, áld meg így a polgári foglalkozásában. Kérlek, Uram, azért is, hogy ha te akarod, akkor adj néki társat ebben az életben. És kérlek, Úr Jézus, hogy töltsd be egészen a te szent lelkeddel, hogy mindig tudja, hogy mi az ő feladata ebben az életben, és mint fiú tudjon téged követni ebben a világban. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk gyermekeinkért. Köszönjük neked, ahogy ajándékba adtad őket, így köszönöm Csillát és Pétert is. Ugyanakkor a te győzelmedet szeretnénk ünnepelni az életünkben, a Péter életében. Köszönöm, hogy szívében döntést hozhatott, köszönöm, hogy megbarátkozott veled, és köszönöm, hogy átadta az életét. Arra kérlek, Úr Jézus, hogy töltsd be az ő életét a te lelkeddel, a te szellemeddel, és kent fel őt arra a feladatra, amelyre hívod. Tudjuk, hogy a kiválasztottság az nem a mi érdemünk, és nem a Péteri, de mégis elfogadtad őt, és ezért magasztalunk. És elét hozom én is a Péter életét, és azt kérem, hogy mutass neki utat a élet hétköznapi dolgaiban, a tanulásában, a magaviseletében. Légy vele majd, ha eljön az ideje, a párválasztásában, és mindenben, Uram, ami a
te akaratod, hogy megvalósulhasson az ő életében. Így kérlek, hogy töltsd be szent lelkeddel, és erősítsd meg őt a te kegyelmedből. Amen. Úr Jézus, magasztallak téged. Nagyon köszönöm Lacit, köszönöm, hogy itt örülhettem, láthattam az ő bizonyságtételét, hallhattam. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ilyen fiatalon megkerested, megtaláltad, és adtál neki életet. Köszönöm, hogy ilyen kedves családba helyezted. Köszönöm, hogy a családra is már eddig is nagyon kiárasztottad a te kegyelmedet, és köszönöm, hogy ez árad és folyamatban van. Köszönöm azt, hogy megáldod, és köszönöm, hogy betöltötted Lacit a te szent lelkeddel, és köszönöm, hogy boldog élete lesz a te ajándékod, a te kegyelmed által, és a megszentelődés útján sok győzelmet, kegyelmet, örömet adsz neki. Kérlek arra, hogy áld meg őt a tanulmányaiban, pályaválasztásban, osztálytársai között, családjában, gyülekezetben. Úr Jézus, kérlek, hogy találja meg az ő útját, ami a te utad, és tudja betölteni a te küldetésed, az ő küldetését a te dicsőségedre. Amen. Mennyi atyám, nehéz megszólalnom, amikor ünnepelem a te kegyelmedet, szeretetedet. Dicsőség neked, mennyi édesatyám, azért, hogy szereted a Viktort fogantatása előttől már. És köszönöm, Uram, azt, hogy hosszú-hosszú útak után Úr Jézus Krisztus, kijelentetted magad neki, hogy meglátott téged a szabadítót, a gyógyítót, hogy felismerte benned az Isten fiát, az egyetlent. Köszönöm, Uram. Köszönöm, Uram, hogy egy ilyen testvér ajándékoztál meg bennünket Viktorban. Köszönöm a Barna Pétert, az ő családját, akik körülvették őt szeretettel, és hittek abban, hogy te vagy a szabadító. Dicsőség neked, Uram! Drága Úr Jézus, te, aki szentlek és tűzzel keresztelsz, csak te tudod, Uram, azt, hogy mennyit roncsolta és gyötörte Viktor testét az alkohol. Most, drága szentlek, arra kérlek, hogy gyógyítsd ezt a testet, építsd ezt a testet. Töltsd el, és kérlek, hogy hadd tudjon a te dicsőségedre élni. Hadd legyen egy perdöntő bizonyíték arról, hogy te élsz, hogy te vagy, hogy szabadítasz. És Uram, kérlek, hívd el őt arra a szolgálatra, hogy tudjon szenvedély betegek felé szolgálni. Kérlek, Uram, hogy hadd tudjon szolgálni itt a szeretet vacsorán, ahol olyan sok nehéz helyzet ember jön. Kent fel, drága Szentlélek, hogy legyen a te evangélistád, tudja hirdetni a megkötözötteknek az evangéliumot, az örömhét, a te dicsőségedre. És Uram, egyengesd az ő életét, az ő munkájában, adj áldást, vezesd őt előre. Kérlek, hogy egyengesd az ő magánéletét, csak kedves előtted rendelj neki hozzáélő segítő társat, és dicsőtlek téged azért, hogy egy gyülekezetnek lehetünk a tagjai. Amen.
akik először vagytok, csak megnyugtatásként mondom, hogy legkésőbb 3:45-11-kor vége szokott lenni az Isten tiszteletnek, kivéve amikor nem szokott. És hát ez egy bemerítés Isten tisztelet, most még néhány köszöntést meghallgatunk. Előbb a gyülekezet részről Pap Géza testvérem fogja köszönteni őket, majd Rebekának az anyukája írt egy verset, amit szeretne köszöntésként elmondani nektek, és az ifjúság is fog egy rövid szolgálatot köszönteni, és akkor jön el a, nem a vég, hanem az Isten tisztelet vége. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a gyülekezet tagjai sorába is. Néhány igét szeretnék felolvasni. Ha tehát száddal az Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ez a Római Levél 10. rész 9. verse, amit most a kis csoporton olvasunk, és megmondom őszintén, hogy ez nekem a legnehezebb ige volt mindig életemben, mert úgy kezdődik, hogy ha, és akkor üdvözülsz. És ez nagyon, nagyon nehéz volt, és mindig jött az, hogy tudok én igazán szájam a vallást tenni, és vannak diákok is köztetek, hogy mi van, ha holnap megkérdezik, hogy hol voltál tegnap délelőtt. És ugye én megmondom őszintén, nagyon féltem volna annak idején erről bizonyságot tenni, és ma is így van. És közben egy olyan csodálatos ige van, mert ez a 9. vers, a 13. vers, amire most csütörtökön kaptam, ez pedig így hangzik: aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Olyan csodálatos ez, hogy Isten nem vár tőlünk mást, csak az, hogy hívjátok segítségül az Úr nevét. És hogyha nem sikerül hétfőn úgy bizonyságot tenni, hogy ahogy most talán szeretnéd, akkor van lehetőség segítségül hívni az Úr nevét. És ő nem vár többet. Azt mondja, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ez a 13. vers. És olyan csodálatos ez, hogy mindig lehet újra kezdeni, és mindig lehet hívni segítségül, és akkor ott lesz a szívedben, hogy hiszel, és akkor jön a szájjal való vallástétel is. Azt hiszem, így van sorban. És szeretnék még két igét. Azt írja itt ugyanúgy a Róma 10-ben: megtaláltak azok, akik engem nem kerestek. Megjelentem azoknak, akik nem tudatkozódtak utánam. Izraelről viszont így szól: egész nap kitárom karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Én mindig dicsekedtem abban, és talán ez szabad az Úrban, hogy rám vonatkozik ez, nem is kerestem az Urat, és mégis megtalált. És vannak itt köztetek olyanok, akik ilyenek, hívő családban nőttek fel, és én mindig bocsánat, hogy ilyet mondok, de egy kicsit örültem, hogy engem Isten onnan el tudott hívni, ahol voltam. Aztán arra gondolok, hogy és a gyerekeim, és az unokáim, hát hiszem, hogy ők nem ebben a helyzetben vannak, hanem olyan, úgy, ahogy ti közöttek sokan, hogy hívő családból jöttök. És itt valahogy ebben az igében Pál apostol a Róma beliekhez két részre osztja. Azokat, akik után Isten ment utána, és akik mindig ott vannak Isten mellett. És egy kicsit hasonlít ez a tékozó fiú történetére, hogy engem mindig második ige, ami zavart. Hogy ott van a bátyja. Mindig beszélünk a tékozó fiú, elment és visszajött. És az pedig ott van, és azt mondja, mindig veled voltam. És akkor valahogy választ adott most csütörtökön erre is Isten. Azt mondja, Isten, egész nap kitárom karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Valójában mindannyian ilyenek vagyunk, és voltunk, és lehetünk bármelyik nap. És Isten azt mondja, hogy egész nap kitárja az ő karját felénk. És szólok talán a többieknek is, akik talán most engedetlenségben vagytok, vagy valaminek ellenszegültök, vagy nem akarjátok hallani Isten szavát, és lehetünk mi hívők is bármelyik nap ilyenek, hogy most a magam útján megyek. Isten azt üzeni, hogy egész nap kitárja
az ő karját felétek. És hogyha ő kitárja felénk a karját, akkor mi se tehetünk más, mint hogy kitárjuk a új testvérek felé a karunkat, a mi gyülekezet nevében is mondhatom, és szeretnénk jó testvéreitek lenni, és segítségül hívni az Úr nevét abban, hogy legyünk jó testvérek, és kívánom mindenkinek, aki itt volt ezen az Isten tiszteleten, hogy hallja meg Isten szavát, akár abban a cselekedetben, amit ti tettetek, akár azokban az igékben, ami hirdettetett közöttünk. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm, és szeretném átadni a igéket és a virágokat a testvéreitek segítségével. És a Céltudatos Élet című könyvet is. Valakinek zenét ad Isten, ha megszabadul, ahogy Viktornál láttuk, valakinek meg verset ad a szívé, hogyha megszabadul. Gyöngyi, gyere, köszönsd a testvéreinket! Tényleg nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon jó döntést hoztatok. És mielőtt a verset elolvasnám, csak úgy szeretném mondani, hogy az előbb úgy hátrafordultam Majához, hogy megkérdeztem, hogy hitted volna ezt úgy 10 pár évvel ezelőtt, hogy a gyerekeink egyszer bemerítkeznek, és rögtön meg is adta a jó atya a választ a szívennek, hogy persze, hogy hittük. Ha nem hittük volna, nem vittük volna őket az Úr elé. És én azt gondolom, hogy még nincs vége a harcnak, az én részemről még vannak gyerekeim, akiket. Nagyon hálás vagyok, hogy itt voltak, vagy itt vannak, de őket még folyamatosan, és kívánom nektek is, hogy legyetek kitartóak a gyerekeitekért való imádkozásban. A vers pedig minnyájatoknak szól. Bilincsben láncra vertve éltem, cipeltem súlyos terheket. A világ kihasznált engem, nem szőttem rózsás terveket. Sokan átléptek csak rajtam, volt, aki bátran belém rugott. Hazug szemek tükrében néztem, fülem hamis beszédtől zúgott. A világ rabszolgája voltam, ide-oda lögdöstek kezek. Az idők alatt minden rám rakódott, a világ beszennyezett. Elfáradtam és kiégtem, nem volt semmi örömöm. Nem kellettem, és nem volt már kiút. Belém a halál költözött. És íme jött egy fényes király, így kiáltott. Megveszem. Mi az ára, legyen bármi nekem kellő, kifizetem. Mindegy, mennyi a szenny rajta, mindegy, mik a terhei. Nem számít, hogy mit tett eddig, hogy piszkosak a kezei. Nem tekintek bűneire, minden terhe kell nekem. Szeretem őt, azt akarom, legyen ő a jegyesem. Nem eladó, szólt a világ. Láthatod, hogy kell nekem. Engedd el őt, itt vagyok én, odaadom életem. A világ rútul felkacagott. Tetszett neki ez az ár. Elmehettem, mert kereszten halt értem a király. Kérem szeretettel a fiatalokat. Thank you.
Mi is örülünk nektek, és örülünk veletek. Visszagondoltam arra, amikor a mi bemerítkezésünk volt, és eszembe jutott, hogy hát kb. Annyi idős voltam, mint most a Csilla, és így úgy gondoltam erre a napra, hogy hú, ez lesz a csúcspontja a lelki életemnek, ez lesz a legmeghatározóbb pillanat, meg minden. Hát aztán rájöttem, hogy ez nem így van, de ez egy nagyon jó alap, egy nagyon jó kiindulási pont, és most meghoztátok életetek legfontosabb döntését, de ahogy Sámon is mondta, ezt az egy nagy döntést, ezt sok kicsi döntéssel meg kell harcolni a mindennapokban is, és olyan jó az, hogy Isten ebbe ad nekünk segítséget, és akarok nektek egy igét felolvasni Józsué könyvéből. A törvénykönyvét szüntelen tanulmányozd, igéit ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhass el. Ha így teszel, akkor minden utat sikeres lesz, és amibe belefogsz, felvirágzik. Ne feledd, én parancsoltam meg neked, hogy légy erős és bátor. Istened az örökké való van veled, akárhová mégy. Hát ne félj semmitől, és ne engedd, hogy bármi elbátortalanítson. Ezt kívánjuk nektek az ifjúság nevében a következő énekkel. Aki ismeri, az bátran énekelje velünk. Tudod, most új élet vár, bármit is tettél, ő megbocsát. Hallod, hogy szólít, csak téged hív, szíved nyitva áll. Tudd, hogy ma rád talál. Mostantól új ember vagy, nem kell már félned, ő támogat. Érzed, hogy szívedbe költözik, csak hinned kell, csak bíznod kell. Most az Intuja, ma tu minden más.
Képzeljétek el, hogy még az énekkar is készült egy meglepetés énekkel nektek. És itt van egy meglepetés bejelentésem is. A nagy családban, a Groska családban nagy ünneplés volt tegnap, mert ünnepelték a Groska Józsi bácsinak a 85. születésnapját. És az ének, amit az énekkar most énekelni fog, az egy kicsit neki is szól bátorításként, és szeretnék hozzá egy ígét olvasni, és kívánni az Úrtól sok erőt és áldást, nem csak Józsi bácsinak, a gyermekeknek, a családnak, az unokáknak. Így szól a 20. Zsoltár első 6 verse. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról. Gondoljosok ételáldozatodra, égő áldozatodat fogadja szívesen. Adja meg szíved vágyát, teljesítsen minden tervedet. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Kívánunk nagyon sok áldást a Józsi bácsi életére, és kérem szeretett az énekkarnak az énekét. Mindannyiunk éljünk az ő jelenlétében. Itt lesz vége ennek a fajta istentiszteleti formának, és utána folytatódik az élő istentisztelet. Nem? Azaz, a non-stop istentisztelet, hogy az Úrnak élünk, a testünk a Szentlélek temploma. Szeretnék néhány hirdetést elmondani. Mához egy hét a délelőtt vendégünk lesz Kovács Géza bácsi, a gyülekezetünk előző lelkipásztora, és a következő vasárnap az idős testvérek felé szeretnénk kicsit jobban oda fordulni. Idősek adventje lesz. Géza bácsi már 90, nem túl van, 91 évet betöltötte, ő fogja az igét hirdetni, és tanúságtételeket fogunk az idős testvérektől hallani, és van még egy jó hírem, hogy sok olyan éneket fogunk énekelni, ami az ő ifjúság énekük volt. Mikor ők fiatalok voltak, nekik is megvannak a maguk ifjúság énekei, nem csak nekünk.
És hiszem, hogy Isten nagyon jót készít. Tehát már most mondom, hogy akkor már az egy hétre szeretnénk külön odafigyelni az idős testvérekre, és az Isten tisztelet után minden nyugdíjas testvét várunk egy szeretett ebédre az alaksorba. Aztán szeretném azt is mondani, hogy mához két hétre, advent 4. vasárnapján délelőtt is egy koncert lesz, és délután is egy koncert. Ketté bontottuk a karácsonyi vagy adventi koncertet, mert olyan sokan jönnek el, hogy nem férünk be az imaházba. Éppen ezért délelőtt az óvodások és a gyerekek koncertje lesz inkább, és azt a réteget szeretnénk elérni, délután pedig az énekkar és a többi zenei szolgáló csapat fog szolgálni, és nagyon vágyunk arra, hogy Istenző lelkét kitöltse délelőtt délután, és sok ember hallja az evangéliumot itt karácson közelettével. Várunk benneteket szeretettel. Még egyszer mondom, ezek csak másfél órás alkalmak, ha netalán elbátortalanod támad délelőtt. Azt is szeretném hirdetni, hogy advent utolsó szombatján, tehát 19-én, jól mondom? 19-én az énekkar fog énekelni a főtéren a gyertyagyújtásnál. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit délután 5 órára. A Kis János evangélikus lelkipásztor fog igét hirdetni, mi pedig énekelni fogunk ott a főtéren. Várunk szeretettel mindenkit a gyülekezetből jöjjön el. A többit majd később hirdetem, de Juditnak valami fontos hirdetni valója van, és most meghallgatjuk Juditot. A gyerekeknek is lesz adventi program. Ez, bocsánat, múlt vasárnap nem voltunk itthon, és úgy tudom, nem került kihirdetésre, úgyhogy, de még van 6 napunk. Most szombaton, mivel munkanap van, ezért délután 3 órától adventi játszóházra várjuk gyerekeket, unokákat, mindenkit szeretettel. Karácsony közeletével sok dolgunk van, gyere Gyöngyi, mert nagyon fontos dolgot fog hirdetni nekünk. Nagyon fontos, és egy nagyon nagy ünnepre készülünk. Karácsony alkalmából, Krisztus születésnapja alkalmából megajándékozzuk azokat a gyerekeket, akiket lehet, hogy más ajándék nem vár a fa alatt. Már többször hirdettük, hogy várunk is segítőket az ajándékok csomagolásában, illetve készítésében. Buzdítalak benneteket, hogy minél többen hozzatok ilyen cipős dobozba rejtett ajándékot, és ha még nincs ötletetek, akkor szeretnénk kérni tőletek, hogy főleg a fiúknak készítsetek, mert kislányoknak több felajánlásunk van, a fiú gyerekeknek kevesebb. Illetve szeretném azt is mondani, ha van az ismeretségi körötökben olyan kisgyerek, akit szívesen meghívnátok erre az alkalomra, akkor azt is jelezzétek, és akkor egy bón kíséretében vagy ellenében fogjuk tudni őket megajándékozni. Köszönöm szépen! Köszönöm! Majd menet közben minden mást hirdettünk, mert lesz még egy-két program karácsony közeletével, cipősdoboz evangelizációnk lesz, szeretett vacsora lesz, amit egy éve kezdtünk el, havont egyszer, és nagy áldás van rajta, majd mindent mondunk időben. Kívánok nagyon áldott vasárnapot mindenkinek tovább, mi délután folytatjuk az Úr jelenlétét Nagykőrösön, oda fogok kimenni, ahonnan jött a Laci is, köszöntünk szeretettel. És hadd köszöntsem még egyszer Farkas Sebján Zsolt barátomat. Farkas Zsolt. Sebján Farkas Zsolt. Bocsánat, mindig keverem. Nagyon örülünk, hogy eljött, és nagyon nagy áldás volt nekünk, hogy hirdetted köztünk Isten igéjét. Az Úr áldjon meg téged a mostani szolgálatodban. És ne haragudj, hogy ilyen mondok, csak mondom mindenkinek, hogy Sopronban egy időben majdnem megtért néhány egyetemista főhaskola hallgat, az egyik a Zsolt volt, a másik a Merényi Zoli, a harmadik a Varga Laci, mindigből lelki lápásztor lett, és én elvesztem őket sopromi ászoknak. Ez az igazi sopromi ászok. Nem, mikor dürengélnek az emberek, hogy sopromig mászok. Ászok, hirdetni az ígét, hogy szabaduljanak meg az emberek az Úr dicsőségére. Jó, nem haragsz, hogy ilyet mondtam. Így nézek rátok, felnézek rátok. Nagyon örülök nektek. Jó, hát akkor egy záróéneket fogunk énekelni. A gyülekezetünkben létezik olyan, hogy adakozás, de önkéntes. Senki számára nem kötelező. Ha valaki ezzel akar Istent szolgálni, az ének alatt megteheti. És ez együtt a záróénekünk is lesz. Álljunk fel és úgy énekeljünk. A zöld könyvből a 419 megváltott Jézus.
Mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Úgy legyen. Mindenkinek további áldott vasárnapot kívánunk. Köszönöm.